Péterfi Ferenc, a Civil Rádió kezdemény, Budapesti Civil Rádió kezdeményezője, első elnök főszerkesztője ül itt velem szemben, és a beszélgetésünk apropója, hogy a Budapesti Civil Rádiónak újra kellett pályázni a frekvenciáját, és erre a frekvenciadíjat, pályázati díjat egy nagyon érdekes módon sikerült összegyűjtenie. Sorba menjünk, mit kell tudni szerinted a Civil Rádióról ahhoz, hogy érteni lehessen majd ezt az adománygyűjtést? Hát ami nagyon fontos, hogy egy közösségi rádió, amelyik nem kereskedelmi és nem közszolgálati, tehát önkéntes munkával civil szerveződések és magánemberek együttese működteti. A tartalma is nagyon erősen a civil érdeklődésre tart számot, elsősorban olyan ügyekkel foglalkozik, ami a polgárok önszerveződését jelenti, tehát nem a mainstream médiának a témáit, hanem inkább a lokális, helyi, budapesti, Budapest környéki ügyekkel és a civil társadalmi kezdeményezésekkel foglalkozik. 130 körüli önkéntes működteti a rádiót. Fizetett alkalmazottja van a rádiónak? Három ember van, akik egyszerűen ezt a rendszert működtetni szükséges, hogy legyen egy standard stáb és három. Mit kell tudjunk erről a frekvencia pályázatról? Lejárt először 7, majd 5 évre meghosszabbított engedélyünk, és most újra pályáztunk. Ez a pályázat kora tavasszal, középtavasszal lett kiírva, és végül is egyedül mi voltunk, akik pályázók, erre a frekvenciára elindultunk. Hát ami a feltételeit jelenti, a pályázat nagyon komoly nehézséget jelentett. Egyrészt a kiírók megszabtak egy 1,8 millió forintos pályázati díjat, amit ha elnyer a szervezet, azt nem kapja vissza. Másrészt 3 hónapi működési költséget letétbe kellett helyezni, nem tudni mennyi időre. Na most a rádiónak soha nem volt egyszerre 3 hónapi működési költsége meg, pláne nem több hónapra passzív állományba helyezhetően. Ez ugye májusban lett passzív állományba helyezve, vagy hát föltéve egy számlára, és a mostani időkig körülbelül fél év telt már el, és nem lehet ehhez hozzányúlni nyilván. Mennyi pénz ez? Hát ez durván 4,5 millió forint az 1,80 fölül. Tehát 4,5 meg a... 1,5, tehát majdnem 6,3 millió forint. Azt, amikor ezt a helyzetet megismertük, akkor először kétségbe estünk, aztán azt mondtuk, hogy ha legalább az 1,8 millió forintot, tehát ami nem térül vissza, azt elő tudjuk teremteni, akkor gondolkodnánk abban, hogy honnan lehetne kölcsönöket, vagy valamilyen átmeneti időre forrást teremteni. Nem látszott ez egy sikeres menetnek, és mindenféle akciókban próbálkoztunk. Egyrészt a rádió műsorkészítői, akik már január óta egyébként az önkéntes műsorkészítők havi közreműködői díjat is fizetnek, hogy összeadjuk, hogy nem sikerül minden szükséges kiadást külső forrásból megteremteni. Tehát a rádió működtetői, vagy az önkéntesei körében toborzott, a hallgatók körében, és hát a környezetünkben levő civil szerveződések körében. Áruljuk el, hogy happy end a dolog vége, tehát végül is mindent sikerült előteremtenetek. Hát nem mindent, de az 1,8 millió forint volt a belépési feltétel, és végül is egy kicsit meglepetésünkre is 3,5 millió forintot sikerült összegyűjteni, tehát kellett kölcsön kérni még, de ez már egy kisebb összeg, és hát az mindenképpen, ahogy ez az összeg elkezdett növekedni, az nagyon érdekes volt. Először a Facebookon folyamatosan naponta, két naponta követhető volt, hogy hogy áll ez a számla, és hát először nagyon lassan, alig mozdult, minimális pénzek jöttek, és aztán az utolsó egy héten, nem is tudom, ez jó szó, de hogy exponenciálisan elkezdett hirtelen emelkedni, és amitől talán a történet érdekes, hogy a közösségi összefogás az, és a kényszer, az tulajdonképpen egy felelősség szétterjesztését is jelentette, tehát hogy sokakat sikerült bevonni a felelősi körbe. Nagyon érdekes volt az adományozói kör, akikre nagyjából képben vagyunk. A 1-2000 forinttól a 500.000 forintig nagyon különböző adományok voltak. Volt egy angol jazzrajongó, aki 1 millió forint értékű eurót utalt át a rádiónak adományként ebbe velem az ügyben. Tehát szívet melengető volt. Volt egy civil szervezet, amelyik fölhívott bennünket, hogy
és hallja, hogy bajban van a rádió, szívesen támogatva. Egy olyan szervezet, amely szociális szolgáltatásokkal foglalkozik, tehát egyáltalán nem a jólét a jellemzője. Hát ezek olyan események voltak, amelyek nagyon feldobták ezt a csapatot, de nagyon kimerítő volt ez a körülbelül egy hónapos kampány. Mondd, mennyit fizetnek a rádió önkéntesei azért? Mindenki havi 1000 forintot, ez 130 ember körülbelül, bár azzal tisztában vagyunk, hogy néhány ember munkanélküli, tartósan munkanélküli, aki ezt sem engedheti meg magának, és a többiek ezt túlfizetéssel kompenzálják. Ez gyakorlatilag, ahogy a számokat visszafejtem, a havi költségvetésnek a tizede valahogy körülbelül. Ez egy konkrét ügyre lett megfogalmazva, hogy januártól a Hármashatárhegyi adótoronynak a bérletért kell fizetnünk 130 ezer forintot, és ezt már sehonnan nem tudtuk kigazdálkodni, és pont ennyi jön össze ebből a támogatásban. Mondd, hogyan csináltátok? Tehát értem a sikert, értem azt, hogy gyönyörű történetek vannak minden mellett, tehát minden telefon vagy minden bíztató levél, gondolom, szívet melengedtető egy olyan helyzetben, amikor a rádió léte forog kockán, de nem is a rec, el tud mondani, hogy szerveztétek? Hogy alakult ez ki? Mit csináltatok? Kikinek szólt? Semmilyen rendkívüli lépést, vagy egy nagyon tudatos és szisztematikus rendszert nem tudok fölfejteni. Volt egy Facebook oldal, amelyik nap mint nap reflektált a történtekre. Jó néhányan folyamatosan terjesztettük az ismeretségi körünkben. Találtunk néhány olyan mondatot, amelyik talán pontosan a helyzetet és azt a kockázatot, vagy azt a egyéni hozzájárulást, vagy felelősségvállalást, amit ez jelenthetett, érzékeltette, de semmi rendkívül nem volt. Én többször azt a mondatot tettem föl a levelezőistára, hogy körülbelül egy tankolásnak a költsége, ha hozzájárul, akkor 100-150 ember össze tudná hozni azt az alapköltséget, ami mindenképpen kellett. Nem volt valamilyen különleges PR akció. Tehát egyszerűen eldöntöttétek, hogy megpróbáltok összeszedni ezt az 1.800.000 forintot. Viszonylag sokat beszéltünk róla. Mondjuk, ami talán érdekes, hogy a minden műsorváltásnál, ami óránként van a mi esetünkben, egy-egy spot elhangzott, ahol a rádiósok közül 40-50-en csináltak ilyen egy-két mondatos javaslatot, hogy miért fontos ő nekik a rádió, és miért kérik, hogy aki teheti, támogassa ezt. Ezek a spotok egyébként azóta is mennek, mert a rádió egyrészt most is hát a működés képesség határán van gazdasági szempontból, részben mert lekötött pénze van, még nincs elemény hirdetése a frekvenciapályázatnak, másrészt pedig nagyon, tehát a korábbi források azok kiapadóban vannak, kiszikadtak, amely a civil szervezetnek amelyre szüksége van, tehát a hallgatói és mindenféle más adományra, illetve felelősségvállalásra nagyobb szükségünk van, mint valaha. Még csak azt nem mondtuk el, hogy ha valaki kedvet kapott belehallgatni ebbe a rádióba, azt hogyan teheti és hol teheti? Hát Budapest és környékén a 98.00 MHz-en, tehát a 98 MHz-en találja meg sugárzott formában, és a civilradio.hu honlapon megjelenik a rádióhallgatásnak egy lehetséges gombja, arra ráklikkel, és akkor Wolverhamptontól Sydneyig a világ bármely részén, de Magyarország részén is nyilvánvalóan, ahol a sugárzott vétel elfogható, ott is különbözőségben fordítunk. Mit kívánjak így elköszönésül nektek? Hát, mit szeretnétek magatoknak sugározni még 20 évig? Vagy? Hát, illetve olyan működési körülményeket, amelyek megoldható feladatot jelentenek, mert lehet pénzzel és lehet adminisztratív feltételekkel is nehezíteni a működést, és mindegyikért nagyon komoly erőfeszítések vannak, és mindezek a műsorkészítésen kívüli erőfeszítések is, itt egy önkéntes csapatról van szó. Mondd, még most így eszembe jutott az elköszönés előtt, pedig már terveztem, hogy elengedlek, hogy hány ilyen rádió van Magyarországon, mint a civil rádió. Most nem pont ilyen, de nagyjából. Hát amelyik közösségi jellegen működik, azt most csak becslésen tudom mondani, az körülbelül 30, de olyan, mint, tehát ezeknek a nagy része
90-valány százaléka az most már úgymondott kisközösségi rádió, de nagyon lokális körzetben, maximum egy kilométeres körzetben tud működni, egy falu vagy egy vagy városnak egy pici kis részében sugározni, vagy egy intézményben. Olyan rádió, melyik sugároz és viszonylag nagyobb teljesítménnyel, bár mi is a Budapesten fogható rádiók közül a legkisebb teljesítménynek vagyunk, az a Tilos Rádión és rajtunk kívül talán 2-3 ami ilyen módon közösségi, mert másfajta közösségi rádió egy országos vallási rádió, amelyre biztos szükség van, tehát nem ezt kétlem, de más nagyságrendben és más terepen mozgunk. Hát akkor ezt a jó környezetet, amit kívántál magatoknak, kívánom én is nektek, és hát remélem, hogy kedvet csináltunk sokaknak, hogy hallgassák a civil rádiót. Hallgassák.